És akkor, ahogy ígértem, élőben mutatjuk a ponthatárok ki hirdetését. Most ismét kapcsolunk Debrecenbe, a Pontot parti központi helyszínére. Pár perc maradt este 8 óráig, vagyis már nem sokat kell várni, hogy kiderüljenek a felvételi ponthatárok. Ott van Pálfi Andrea kolléganőm. Andrea, mi a ma esti menetrend legalábbis 8 óráig, meg az utána következő percekben? Köszöntöm ismét a nézőket, hát egy változás történt néhány perc óta, kicsit elerett az eső, de senkit nem tart vissza attól, hogy ide jöjjön a nagy színpadhoz, a Kapus Fesztivál nagy színpadához, hiszen ezekben a másodpercekben valóban a színpadra lépnek azok, akik elmondják, hogy mi is történik ma. Először az oktatási hivatal igazgató helyettese beszél, majd Hankó Balázs miniszter, aztán 8 órakor csatlakozik hozzájuk Lukács Laci, és együtt nyomják meg a gombot. És hát el is kezdődött a beszéd. Hogy az idei Pontot partiját ponti a Campus Fesztiválon tudjuk megtartani a Debreceni Egyetemen. Felemelő, hogy itt nyomhatjuk meg perceken belül azt a gombot, amely elindítja mind az SMS-eket, mind pedig itt mögöttünk a kivetítőn a ponthatárokat, és bízom abban, hogy mind az itt lévő, mind a képernyőkön, illetve a budapesti és további helyszíneken lévő jelentkezők nagyon-nagyon boldogan dobják fel, éppen ami a kezükben van a levegőben, remélem nem a mobil, azért, mert felvették őket az egyetemre. Én azt hiszem, hogy Lukács Laci hamarosan itt azt fogja nagyon-nagyon hangosan kiabálni, hogy az élet a legjobb méreg. De én azt mondom, hogy az egyetemi élet szenzációs, és nagyon bízom benne, hogy mind az itt jelenlévők közül, mind pedig szerte az országban azok a jelentkezők, akik szeptemberben kezdhetik az egyetemi életet, pontosan azt fogják érezni, hogy jön az élet a legjobb méreg, de az egyetemen fantasztikus az élet. És én kívánom azt, hogy minden leendő egyetemista, aki szeptemberben beül a padokba, szívja magába azt a tudást, amivel majd később boldog lesz, olyan szakmai életutat fog befutni, amiről csak álmodik, olyan barátságokat köt az egyetemen, amelyeket korábban is kötött a gimnáziumban, de talán ugyanúgy, mint a gimnazista barátságok, ezek is ugyanúgy teljes örök életre fognak szólni, mint az a tudás, amit megszereztek a következő években az egyetemeken. Én azt kívánom minden jelentkezőnek, hogy teljesüljön az az álma, amelyet megálmodott február 15-e előtt, amikor beírta a felvi.hu-n az eljelentkezésbe az első helyet, második helyet, harmadik helyet, és nagyon bízom benne, hogy szinte mindenkinek az első és a második hely lesz az, amire ma megkapja az SMS-t. Köszönjük szépen, érkezik a kultúráért és innovációért felelős miniszter, Hankó Balázs személyesen! A tanszsata érkezése előtt még egy olyan felelősségteljes feladatunk van, hogy kinyissuk az ajtókat a magyar felsőoktatásba. Ez nem biztos, hogy arra a második ajtó lesz, de mindjárt meglátjuk azokat a pontokat, amely pontok bevezetnek titeket a megújult felsőoktatásba, ami olyan, mintha itt körbenézzük a Debrecen Egyetemen, most itt mi a Debrecen Egyetemen vagyunk, most itt mi a Debreceni Egyetem kampuszán vagyunk. Tehát, hogy az egyetem egyet jelent azzal, hogy az egyetem mindemellett biztosít nekünk közösséget, szórakozást, az identitást, és még egy nagyon fontos dolog, ami itt, hogy Debrecenben zajlik, nem más, mint hogy együtt ünnepelhetjük azt, hogy az elmúlt évtizedek legnagyobb sportjátékán, az európai egyetemi játékokon találjátok ki, hogy melyik csapat szerezte a legtöbb aranyérmet? Melyik csapat szerezte a legtöbb aranyérmet a 40 ország közül? Ki a jobb? Ki a jobb?
legyenek büszkék arra, hogy egy 310-es egyetemi közösség részévé válnak, és hát együtt tegyük szemmé, versenyképesebbé, jobbá nemzetünket. És most nincs más hátra, mint hogy visszaszámoljunk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mosolyt akarunk látni az arcotokon. Siker? Alakul? Emelje a kezét, akire már tutira megvan. Imádunk benneteket, jól van. Háttérben egyébként Südi, Lukács és Fejes már ott vannak, csak mondom halkan. És hogyha Lukinám, vagy nem tudom, hogy Fejes, ott lenne a dobverő, akkor lehet, hogy elindítaná a következő gondolatot, ami szokott nektek segíteni, az így, hogy tu, tu, tu. Segítsünk egy kicsit, menni fog, tudom, figyelj! Az üvölcsön tankcsapdát, akit már fölvettek! Jó? Az is, akinek nem kell pótvizsgázni a nyáron, de belőlük van kevés. Gratulálunk nektek, tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos dolog az életetekben, mert én a fontos a gratulálás. És hát ezekben a percekben itt is olvasható, meg gondolom nagyon sokaknak megérkezik SMS-be, hogy elegendő a pontszám a kívánszakhoz. A legnépszerűbbek idén természetesen a gazdálkodástudományi szakok voltak, és ha már Debrecenben vagyunk, az öt legnépszerűbb vidéki szak közül három itt van. Első helyen a Debrecen gazdálkodástudományi szak, a harmadik a gyermeknevelési szak, az ötödik pedig a bölcsészettudományi kara, a második egyébként a Szegedi Tudományi Egyetem bölcsészettudományi kara, az ötödik pedig a Pécsi Tudományi Egyetem egészségtudományi kara, de hát rengeteg szak és kar várja a hallgatókat, illetve a leendő hallgatókat, akik most azt figyelik, hogy elegendő ez a pontszám. Gondolom, rokonok, ismerősök is szorítanak neki, tehát ezekben a percekben tulajdonképpen kiderül, hogy sikerült-e, ha igen, akkor természetesen lehet tovább itt bulizni, akár a tankcsapdára, akár a többi koncerten, ha nem, hát akkor pedig azért lehet majd tovább itt bulizni. Így van, tehát aki pontot partin van, ő figyelje a kivetítőt, aki viszont nincsen, a felvi.hu-n megtalálja a ponthatárokat, mert hogy ott is megjelentek ezekben a percekben. Hát indulhat a böngészés, biztosan lesz sírás is, meg nevetés is, reméljük, hogy több lesz azért a nevetés, mint a sírás. Pálfi Andreának köszönjük szépen. És még következzen még két helyszín, először Győr, a Széchenyi István Egyetem pályaorientációs és marketing központjának vezetőjét, Lőrinc Gergőt kapcsoljuk. Jó estét kívánok! Mik voltak önöknél a legkelendőbb szakok? Jó estét kívánok! Évek óta a legnépszerűbb képzéseink a gépészmérnöki, gazdasági informatika, kereskedelem és marketing, valamint a járműmérnök, de szerencsége a 9-karú egyetemünkön, ami több mint 11 tudományterületet ölel fel, minden tudományterületen megtalálhatják a jelentkezők azt, ami számukra a legkedvezőbb, vagy ami igazából a legjobban érdekli őket. Amit azt gondolom, hogy nagyon fontos kiemelni itt Győrbe, és most hallom itt magam mögött a sikolyokat, aminek nagyon örülünk, hogy nem csak azért tartjuk ezt a pontot partit, hogy a hozzánk érkező leendő hallgatók jól érezzék magunkat, hanem hogy az ország bármely részére majd a következő szeptembertől kerülő hallgatók együtt bulizzanak még egy utolsót középiskolai osztálytársaikkal, ugyanis az egyetemeken nem csak közösséget építünk, vagyis nem csak oktatunk, hanem közösséget is építünk az oktatás mellett, és azt gondoljuk, hogy ezt érdemes már itt elkezdeni. Lőrinc Gergőnek Győrből nagyon szépen köszönjük. És akkor megyünk tovább Egerbe, ott van kameránk előtt Pajtókné Tari Ilona, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem rektora. Jó estét kívánok, az intézményüket a pedagógus képzés egyik hazai központjaként tartják. Nyilván mennyire voltak népszerűek az önök pedagógiai szakjai? Jó estét kívánok mindenkinek!
az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a pedagógus képzés teljes palettáját kínálja a felvételizőknek, a csecsemő és kisgyermeknevelő képzéstől az óvodapedagógus, a tanító, a gyógypedagógus és a tanárszakokon át egészen a neveléstudományi doktori iskoláig. Az idei felvételi eljárásban rekordszámú jelentkezés érkezett az egyetemünkre is, ebből 40% pedagógus képzésre. Ez azt jelenti, hogy az idén sokan szeretnének pedagógus képzésben tanulni. A legkeresettebbek a gyógypedagógus és az óvodapedagógus képzések, de nőtt a jelentkezések száma a tanárszakokon át is. Talán minek köszönhetjük ezt? Talán annak, hogy hallgatókfókuszú az egyetem, egy olyan ösztöndíjat kínálunk a diákjainknak, tanárjelöltjeinknek, amely a képzésük teljes ideje alatt 100 000 forintos ösztöndíjat jelentett számukra havonta, és talán köszönhetjük annak az örökségnek, ami 250 éves. Pajtók Dítari Ilonának, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorának nagyon szépen köszönjük, és köszönjük az információkat és a jelentkezéseket.